egy hosszantartó, elviselhetetlennek tűnő munkateher az nem biztos, hogy mindenki számára elfogadható, úgyhogy nagyon sok jó kolléga távozott és készült távozni a hivatalból, amit én nagyon sajnálok. Az elviselhetetlen mennyiségű munka, az emiatti sorozatos felmondások és a kollégái kirúgása vezették arra, hogy lemondjon. Erről a könnyeivel küszködve beszélt Szekszárdi edzője csütörtökön. Bár nem mondta ki, többször is utalt rá, hogy a felmondása mögött az áll, hogy az éjjel Szekszárd frakció lassacskán megbénította a Városházán folyó munkát, főként a szervezeti és működési szabályzat többszöri módosításával, ami miatt eddig már 11 szakembert küldtek el a Városházáról, mások pedig az emiatt keletkező plusz munkák miatt mondtak fel. Én nem szeretnék nagyon konkrét ügyekbe belemenni. A létszámcsökkentés végrehajtása nyilvánvalóan megviselt egyébként, hiszen kollégáktól kellett megválni, és valóban egy olyan helyzetben, amikor vannak olyan területei most az önkormányzati munkának, ahol már elviselhetetlen a munkateher. Molnár Kata arra utalt, elkeserítette, hogy hiába próbált közvetíteni, az éjjel Szekszárd frakció nem volt hajlandó együttműködni a polgármesterrel, és minden korábban az előző városvezetés által meghozott döntést megpróbálnak akadályozni. A szekszárdi önkormányzatnál korábban egy jegyző és két aljegyző felelt a törvényességért. Az éjjel Szekszárd frakció viszont az egyik aljegyzőt korábban már elküldte, a jegyző pedig most mondott fel. Úgyhogy azt a munkát, amit eddig hárman láttak el, mostantól egy ember fogja. A jegyző lemondásával és a további terveikkel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni Bomba Gábort, az éjjel Szekszárd frakció elnökét is. Ő viszont nem válaszolt a kérdéseinkre.